Sziasztok! Belló és Gábor jezsuita vagyok, és a Montserrat jezsuita vlog mai adásában a megkülönböztetés témájáról fogok nektek beszélni. Hogy vagy? Számomra ez egy viszonylag idegesítő kérdés, de ez most mellékes. A lényegét tekintve viszont egy eléggé mélyen megválaszolhatatlan kérdés, pláne nem egy szóval. A jól vagy a rosszul, a két véglet, általában inkább valahol a köztes állapotban találjuk magunkat. Megfogalmazni ezt, hogy hogy vagyunk, mi van bennünk, mi mozog bennünk, vagy éppen mi hiányzik akkor, amikor azt mondjuk, hogy nem vagyunk jól, az már egy nagyon izgalmas kérdés. Az embereknek nagyon nagy része erre a kérdésre, hogy mire van szükséged, vagy mire lenne szükséged ahhoz, hogy a te állapotod belülről egy jó állapotnak minősítessen, arra már nagyon nehezen tudna válaszolni. Ott már meg kell állni, ott már el kell gondolkozni azon, hogy mi hiányzik nekem ahhoz, milyen szükségletem nem elégül most ki, milyen vágyam nem teljesül ahhoz, hogy valahogyan egy egészséges belső egyensúly legyen bennem. Loyolai Szent Ignác, ami rendalapító, már a 16. században, akkor, amikor a megtérése folyamán elkezd különböző szövegeket olvasni a szentek életéből, akkor felfedezi azt, hogy benne bizony ezek az apró kis mozgások, így nevezi őket, a hangulat változásai, a belső időjárása, így is mondhatnánk, nagyon nagy hatással van arra, hogy utána hogyan fogja a napját eltölteni, hogyan fog gondolkodni hosszú távon és rövid távon. Miért fog inkább lelkesedni, és mi lesz az, ami inkább lelombozza. Szépen-szépen lassan a jezsuita lelki gyakorlatok is abban szeretnék segíteni az embereket, hogy minél előbb meg tudják állapítani, és ez lesz a megkülönböztetésnek a célja, minél előbb meg tudjuk állapítani azt, hogy nagyjából milyen belső időjárás uralkodik bennünk. És ezeknek a belső időjárási jelenségeknek Szent Ignác nevet is ad. Picit furcsa nevet ad, vigasznak és vigasztalanságnak nevezi azokat az állapotokat, amikor azt mondja, hogy vigasz állapotának hívnánk azt, amikor úgy érezzük, hogy az Isten támogató jelenlétében vagyunk, amikor tisztán látunk, amikor belső biztonsággal tudunk döntéseket hozni, és a vigasztalanság állapotának nevezi azt, amikor valami zavartság van. És egy másik nagyon érdekes felismerése Szent Ignácnak pedig az lesz, és a megkülönböztetés gyakorló embereknek is, hogy minthogyha ennek a két állapotnak nagyon más lenne az utótörténete. Mint hogyha az Isten lelkének a célja valóban az lenne, hogy egy hosszú távú és tartós békét teremtsen a szívünkben, az ellenség lelkének pedig, mintha az lenne a célja, hogy csak lelohasszon bennünket, elkedvtelenítsen bennünket, elvegye a bizalmunkat, és utána jól otthagyjon vele egyedül. A vigasznak és a vigasztalanságnak a megkülönböztetése ugyanakkor nem azzal a céllal történik, hiszen ez kivitelezhetetlen is lenne, hogyha mi ezt jól fogjuk tudni csinálni, akkor garantáltan mindig a jó állapotban leszünk. A cél tehát nem az, hogy minél inkább jó keresztény vagyok, annál inkább folyamatosan jól érzem magam. Hanem az lesz a cél, hogy minél előbb fel tudjam ismerni azt, hogy éppen melyik állapotban vagyok, és bizonyos helyzetekben, például ha vigasztalanságban, lelki szárazságban vagyok, akkor valószínűleg nem akkor lesz a legalkalmasabb időszak arra, hogy újra gondoljam az életemet, nem akkor lesz a legalkalmasabb időszak arra, hogy nagyot változtassak a dolgaimban. Azokat érdemes átszenvedni, átküzdeni, és változtatni, döntéseket hozni, egy lépést előre tenni a tiszta, fényes, átlátható terekben érdemes. Sok örömet kívánok nektek azon az úton, amikor elkezditek ti is nézegetni, vizsgálni, ez az egzámennek is a lényege, hogy a napunk folyamán hányszor váltakozik ez a helyzet, és mennyivel jobban működünk, és mennyivel inkább az Istenhez tudunk kötődni akkor, amikor az ő lelkének a fényességében vagyunk.